A szőnyeg illatai még maig népig a zorromba van, amikor először léphettem a virkozó szőnyegen. Hát remek szakemberek, sikeresnek mondható pálya. Tehát ez volt az, ami így engem folyamatosan a birkózásban tartott. A kezdetekre, ha visszaemlékszek, akkor talán annyi, hogy eleven gyerek voltam, talán nem mondanám, hogy rossz, hanem eleven, aki folyamatos mozgásigénye hajtotta a birkózó szőnyegen is. Úgyhogy lehet tényleg azt mondani, hogy a küzdelem az már a fiatal koromban és hát a gyerekkoromban már megvolt, ez azóta is megvan, úgyhogy a jelen pillanatban bár nem a birkózó szőnyegen, hanem a birkózó szőnyegen kívül, de továbbra is az egri birkózásért is küzdünk. Én szerencsésnek tartatom magam, hogy a pályám ilyen formában csúcsosodott ki, hogy én két olimpián is a magyar színeket képviselhettem. Én inkább a kitartást, a nagyon sok lemondást, az alázatot, ezeket hangsúlyoznám ki. A sport mellett fontosnak tartottam, hogy a tanulmányaimat is magas szinten végezzem. Hál' Istennek ez ilyen formában sikerült. Én a vendéglátóipari főiskolán végeztem, utána terelt engem inkább a Közgazdaságtudományi Egyetem felé. Ott ilyen területfejlesztés, településfejlesztés, valamint egy pénzügyi számviteli diplomát is végeztem. Eger abban a kivételes helyzetben volt még az előző öt évben, hogy ott is két elnökségi tag, Szuromi József és Lakatos András érdekérvényesítésével tudtuk az egri birkózást minél magasabb szinten képviselni. Jelen pillanatban a január 30-ai elnökválasztás egy új elnökséget szavazott meg, ahol én is szerepet kaptam. Én bízom benne, hogy továbbiakban is az egri birkózás, akár mint a mögöttünk lévő egyetemi országos bajnokság szintű rendezvényeket is, neki is helyszínt adhat. Tehát azon leszünk, hogy egyrészt a magyar birkózást a diplomáciában, mind a szakmában tudjuk képviselni. Pont egy terv kialakításán dolgozom a többi megyei szövetségnek az elnökével együtt, hogy további olyan feladatokat kapjon meg a megye, vagy a megyei szövetség, ami az országos szövetségekről benn felhalmozódott feladatokat átveszi, a sajátjának tudja, és ő maga koordinálja ezeket. De jelenleg egy elég nagy 3000 fő befogadására alkalmas sportcsarnokot igazgatok. Ott foglalkozunk tehetségneveléssel, gondozással, amatőr profi sporttal, tehát elég széles körű a sportban nyújtott szolgáltatások lehetősége. Tanítani még nem tanítok, az edzői pálya még egy kicsit távol áll tőlem, de a jelenlegi edzőkkel minden szakmai hozzáértésemet vagy szakmai tapasztalatomat azért meg tudom vitatni. A versenysport után már most már csak az amatidő és az amatőr sport maradt az életemben, tehát hetente kétszer-háromszor azért még, ha nem is birkózó szőnyegen, de a focipályákon vagy a teniszpályákon én megtalálható vagyok. Bízom benne, hogy ez az aktív, ilyenfajta aktív életmód is fent tud hosszú távon maradni az életemben. Ha megkérdezi tőlem valaki, akár még te is, hogy miért a birkózás válasza, akkor annyi csak a válaszom, hogy bárki tud birkózni. Bárki tud birkózni, elnézve egy csecsemőt vagy egy fiatalkorút, olyan természetes mozdulatok vannak idegi szinten berögződve, hogy amit a birkózásban ugyanúgy tud használni. Ha ezt a birkózásban tovább fejlesztjük, akkor akár sikeres birkózó is válhat belőle. De innentől fegyelemre, figyelemre nevel, kitartásra nevel, a koordináció, akrobatika, tehát olyan képességeket fejleszt, amit más sportág, csak annak az űzése nem feltétlenül ad meg. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, jöjjön birkózni, Egerben nagyon jó szakembereket talál, a Malomári úti birkózóteremben mindenkit várnak sok szeretettel.